A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. A Fehérvár Televízió városismereti műsorát látják a következőkben. Szokatlan helyszínről jelentkezünk a mostani műsorban. Talán így elsőre a kép, amit látnak, nem árulja el, hogy hol vagyunk valójában, pedig a város egyik büszkesége, ami nem is olyan régen készült el. Helyszínünk a Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont. Szeretettel köszöntöm talán először házigazdánkat, Smohai András művészettörténészt, az Egyházmegyei Múzeum igazgatóját. Köszönjük szépen a vendéglátást! Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk! És itt van velünk Váci Márk, történész városkutató, a műsorsorozat rendszeres és állandó szakértője. Köszönöm, hogy ide is követtél! Köszönöm szépen én is az újabb lehetőséget, és örülök, hogy itt lehetünk ezen a remek helyszínen. Mondtam én, hogy elsőre talán annyira nem is látszik, hogy hol vagyunk valójában, pedig nagyon értékes falak között ülünk, ki fog derülni, hogy milyen falakról beszélek én, de először idézzük fel egy kicsit egyáltalán az Egyházmegyei Múzeum és az Egyházmegye kialakulásának történetét. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum 1938-ban nyílt meg, egészen pontosan október 13-án, egy hosszas előkészítő munka után. Ez volt az ország első egyházmegyei gyűjtőkörű múzeuma, legalábbis ezt mi így tartjuk számon. Az Esztergomi Keresztény Múzeum gyűjtőköre nem csak a Esztergom Budapesti Főegyházmegye, hanem annál nagyobb területre terjedt ki. Ezért gondoljuk azt, hogy az első magyarországi egyházmegyei gyűjtőkörű múzeum a Székesfehérvári volt. Az egyházmegye, aminek a műkincseit gyűjti ez a múzeum, 1777-ben alakult. Mária Terézia kezdeményezésére hatodik pápa alapította a Székesfehérvári Egyházmegyét. Az Egyházmegyei Múzeum 1998-ban átköltözött a korábbi helyéről, ami a egykori szeminárium épületében volt, az most papi otthon, országos papi otthon, a posta mellett, a szemináriumi templom mellett. Tehát ott volt az első kiállító helye a múzeumnak, és 1998-ban átköltözött a egykori ferences rendház emeleti helyiségeibe, és 2007-ben az egész emeleti, az épületnek az egész emeletét kiállító térré alakíthattuk. És hát sok problémánk volt, amikkel valószínűleg a látogatók nem találkoztak, ezek a háttérben lévő infrastruktúráknak a hiánya, amivel küzdöttünk. Ez jellemzően a raktárok és különböző előkészítő helyiségek, műhely helyiségeknek a hiánya, és ehhez kerestünk már régóta helyet, amit remélhetőleg vagy szándékaink szerint a múzeum környékén szerettünk volna megvalósítani, és különböző próbálkozások után végül 2014-15 fordulóján az Egyházmegye meg tudta vásárolni ezt a telket, ahol most vagyunk, ami már egy épület is épült, és innentől begyorsultak az események, és tulajdonképpen 2020-ban elkészült ez az épület, ami a Székesfehérvári Egyházmegye látogatóközpontja, az üzemeltetés a múzeumhoz tartozik. Ennek az épületnek sok funkciója van, de főként azért tartozik a múzeumhoz, mert ahogy itt láthatják, körülöttem műtárgyakat is kiállítunk, illetve a múzeumnak, illetve a püspöki könyvtárnak és a püspöki levéltárnak raktárai is vannak ebben az épületben, amellett, hogy kiállítóhelyként üzemel, illetve a Magyar Szent Család nyomában Zarándok út székesfehérvári fogadóépülete is, és újabban pedig a Barátok boltja is itt működik ebben az épületben.
Tulajdonképpen a püspökség szomszédságában vagyunk, a Lakatos utcában, Székesfehérváron. Itt zajlott, hát látszólag én láttam a képeket az építésről, hatalmas nagy gépek, viszonylag szűk helyen, tehát egy izgalmas építkezésről volt szó, de talán ami a legnagyobb csoda volt, az az építkezést megelőző ásatás, ami majd feltárt olyat, amitől egy kicsit majd a város történelmét is említenünk kell. Erre Lukács László azt mondta, hogy az egyházmegye ezzel az építkezéssel egy 400 éves sebet gyógyított be a város szövetén, ami nem jár távol az igazságtól, majd ezt a gondolatot igyekszünk a mai műsorban kibontani. Biztos, hogy anélkül a alapos előkészítő munka nélkül, ami megelőzte ennek az épületnek az építését, hát még nagyobb nehézségekkel bekerültünk volna. Ezt majd szintén említeni fogom, hogy azért nem volt minden annyira egyértelmű a szondázó régészeti kutatások alapján, de az biztos, hogy a város történelme szempontjából egy emlékhely tulajdonképpen az, ahol mi most helyet foglalunk. Hallottam már olyan történészektől, hogy bárhol kezdenénk el Székesfehérvár belvárosában ásni, várhatóan kincsekre és akár római kori, akár középkori értékekre bukkanhatnánk. Hát végül is így jártunk ennél az építkezésnél is. Ez igazából így van Székesfehérvár belvárosában, gyakorlatilag mindenhol. Ugye András említette ezt a 400 éves sebet, ami a város testén keletkezett. De én hadd menjek vissza egy kicsit korábbra, és aztán majd rátérünk erre a 400 évvel ezelőtti történetre is, ami inkább már 420 igazából, hogyha pontosabbak akarunk lenni. És majdnem 1000 évet, sőt, körülbelül 1000 évet ugrunk vissza a történelemben. Székesfehérvár középkori történelmének nagyjából a kezdeteihez. Már nem a Gézaféle alapítás idejében járunk, hanem azért néhány évtizeddel később, amikor is az 1010-es évek vége felé itt már valószínűleg elkezdik építeni a városnak és egyáltalán a királyi várnak ugye a külső falait. Ezzel kapcsolatban ugye különböző dendrokronológiai vizsgálatok is folyamatban vannak, illetve le is zajlottak. Ugye Szücsi Frigyes volt a régész csapatnak a vezetője, illetve Horváth Emil az, aki a dendrokronológiai vizsgálatokat is végzi, és ők voltak azok, akik megállapították, hogy itt nagy valószínűséggel, amikor 1018 környékén elkezd épülni az a királyi magánkápolna, amiről talán a múltkori adásban is beszéltünk a bazilika építése kapcsán, amelynek az építkezését ugye Szent Istvánhoz kötjük, 1018 táján, akkor már nagy valószínűséggel ezek a várfalak is épülőben vannak, pontosan azért, hogy elhatárolják ezt a várost a külső környezettől, illetve körbevegyék gyakorlatilag itt a királyi magánterületet is, ugye valamivel, illetve a kilakulóban lévő prépostsági területet is. Tehát most is azon a szakaszon vagyunk igazából, itt a püspöki palota szomszédságában, meg a kert sarkában igazából, amely valamikor nagyrészt a már kiépült királyi bazilikának az északi hajójához tartozott, ugye ezt fedi le részben a mai püspöki palota kert tulajdonképpen, illetve amit még a palota kert lefed, azok ugye a különböző egyéb kiszolgáló épületek, a prépostságnak az épületei, valamint a préposti palotához tartozó egykori préposti kápolnának a területe, és ennek a szomszédságában, itt a Lakatos utca és a mostani Várkörút sarkán ez az épület, itt igazából a török időktől vannak adataink arra vonatkozóan, hogy 1688 táján, amikor ugye a város felszabadul a török alól, akkor egy török Péter nevű kőműves, városi kőműves lakhatta, aki nem csak nevében volt török, de valószínűleg származását tekintve is. Tehát itt maradt igazából a város felszabadulása után. De hogy mi ez a 400 éves történet, amit ugye most így picit átugrottam, de mégiscsak térjünk ide-vissza. Ugye 1601-ben a keresztény csapatok
ugye részlegesen, ideiglenesen visszafoglalják Székesfehérvár városát a töröktől, és elkezdik kiépíteni az új védműrendszert, például az új budai kaput, amelynek a felépítését nem sikerül befejezni 1602. szeptemberére, mire megérkeznek ismételten a török csapatok, viszont kiépül az úgynevezett monostormástja, és ennek az északi szakaszán vagyunk mi most igazából, ez a terület, ez ahhoz tartozik. És amikor 1602-ben a török visszajön, akkor részben ezt a szakaszt, ezt a fal szakaszt lerombolja, és így keletkezik az a több mint 400 évesebb a város testén, amit végül is ennek a létesítménynek az építésével sikerült korrigálni, illetve annak az épületnek a lebontásával, amit a szomszédban állt, illetve ezen a telken állt. Ugye ez egy nem éppen nívós építmény volt, azt sem lehet mondani, hogy voltak különösebb építészeti értékei igazából. A Lakatos utcának ez a gyönyörű, részben középkorias, részben mégiscsak azért klasszicista arculatához annyira nem illett, sőt, talán egyáltalán nem illett, és emiatt is volt szerencsés döntés igazából ezt az egészet elbontani. Hogy milyen állapotok voltak mondjuk a telken, az leginkább akkor volt látható, főleg számomra is, amikor a bontás során erre jártam több alkalommal, és láttam, hogy itt a paravánok mögött igazából folyik a bontás, és az épületből még azért valamennyi látszik, de hogy ez már sem építészetileg nem képviselt tényleg olyan értéket, sem az állapota nem volt az épületnek olyan, ami még egyáltalán felújításra érdemesnek számított volna, tehát mindenképpen egy bontás következett volna el ebből, és hogy is nézett ki ez félig meddig kibontva? Hát nagyjából a leglepusztultabb józsefvárosi bérházakat érdemes elképzelni ilyenkor, és hát igazából bármi épült volna a helyére, mindenképpen örvendetesebb látvány lett volna. Az, hogy ide a püspöki palota szomszédságába, és ráadásul a fehérvári történelmnek az egyik legkorábbi pontjára megépülhetett ez az egyházmegyei látogatóközpont, ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagy öröm. Jók az információim, hogy amikor a tervek készültek, még szó nem volt a várfalról, tehát nem számított a tervező arra, hogyha itt elkezdődik a munka, előkerül a várfal. Jók. Ahogy említettem, 2014-ben sikerült a telket megszerezni az egyházmegyének, és a következő évben kihírtunk egy pályázatot, 9 építészirodát hívtunk meg az egész országból, 8-an pályáztak is, és 6-an úgy gondolták a 8 pályázóból, hogy ezt az épületet ezt úgy kell megtervezni, hogy a belváros felől a klasszicizáló később barokk homlokzatokhoz igazodjon valamilyen módon ez az épület. És 2 pályázó, Pető László, illetve Gutowski Robert pedig a monostorbástya fala felől fogta föl ennek az épületnek vagy gondolt ennek az épületnek a fő nézőpontját, és ennek megfelelően készítették el a terveket. A bíráló bizottságot Gutowski Robert terve nyugözte le igazán, és úgy gondoltuk, hogy ez egy megépíthető, megvalósítható terv lesz. Aztán, ahogy a bevezetőben, a kérdésben is hallottuk, jöttek azért nehézségek ezzel kapcsolatban, ugyanis a mögöttem látható várfal még nem mutatta meg magát teljes valójában. Az említett bontás során már lehetett érzékelni, hogy itt valamilyen objektum lesz a föld alatt, ami talán nagyobb, mint egy háznak a fala. Milyen lehetőségekkel vizsgálták a területet? A szondázó kutatások voltak, tehát régészeti szondázó kutatások voltak. A püspöki palota udvarán végzett régészeti ásatások kapcsán néhány szondát tudtak nyitni még a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészei, ez egy tervásatás volt, de nem volt egyértelmű, hogy ez pontosan micsoda. Csilla mögött látható várfal vagy fal szintén előkerült a régészeti feltárás során, amiről egyébként a mai napig pontosan nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát több régészeti objektumról is volt szó, amit egyébként ezt a falat már Siklósi Gyula is ismerte, ezt a falat nem ismerte, viszont ő megtalálta a tatárjárás után épült várfalnak egy darabját, amit az épület udvara alatt most is megtalálható, szépen gondosan visszatemettük.
Tehát volt egy helyzet, amiben érzékeltük, hogy itt több középkori vagy későbbi objektum is, védendő objektum van a területen, emiatt az építkezés nem lesz egyszerű, de mivel ezt a bizonyos északi falát a Molostor bástyának, Siklós Gyula régészeti topográfiába ennek a falnak a helyére tette, ezért hát kétséges volt, hogy most pontosan miket is találtunk, és a Európai Uniós pályázat kapcsán, amit sikerült megnyernünk a Magyar Szent Család nyomában Zarándok út fejlesztésére, forráshoz jutottunk ennek az épületnek a megépítéséhez. És ezt követően az első lépés, amit a hatóság, az örökségvédelmi hatóság nekünk előírt, hogy az egész felületen, az egész területen egy teljes felületű régészeti feltárást kell végeznünk. És ekkor derült ki, tulajdonképpen a kiviteli tervek elkészítése előtt, de már majdnem azoknak az elkészítése, tehát a elkészítés vége előtt, hogy itt van valóban a Molostor bástyának az északi fala ezen a területen. Emiatt gyakorlatilag át kellett tervezni az egész épületet. Tulajdonképpen a homlokzaton kívül nagyjából minden máshova került. Van néhány bravúros építészeti megoldás, ami talán így első elnézésre nem lehet észrevenni, de pont amiatt kellett ezeket bevezetni, hogy ezt a falat, ezt a falmaradványt meg tudjuk őrizni. És a feltárás után tulajdonképpen ezt a várfal szakaszt, amit van mögöttem, ezt restaurálni kellett, ezt restaurátori eszközökkel kellett olyan állapotba hozni, konzerválni, hogy ne essen szét itt a szemünk előtt egy épületnek a belsőjében. Tehát ez is egy komoly kihívást jelentett, és eközben derült ki, hogy bizony ebben a falban az egykori királyi bazilika fala is, vagy építő elemei is benne vannak. Mi igazolta, hogy ez tulajdonképpen a középkori várfal? Kora újkori, tehát 1601-ben épült Molostor bástyának az északi fala. Egész egyszerűen az, hogy ez csatlakozik a Molostor bástyához. Tehát gondolom régészetileg azért anyagokat, egyebeket ilyenkor elemeznek. Természetesen, de itt egyértelműen vált a helyzet, mert az a bizonyos fal, amit itt láthatunk ebben a kis ablakban, ez nem folytatódik a várfal felé, tehát ez nagyjából ekkora. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy ez bizony a Molostor bástyának az északi fala. Milyen technikai építkezési megoldást látunk az 1600-as években épült falban? Tehát madár helyett például, tehát egyáltalán hogy építették? Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Ha a Prohászka ligetben megállunk, akkor a Szent László szobor mögött látjuk a gyönyörű szép nagy kváderekből kirakott falat, ami valójában ebben, tehát ennek a falnak az esetében is így lehetett, de ezeket a kvádereket lebontották, elhordták, felhasználták a város építéséhez, és amit most itt látunk, főleg a másik oldalon, az tulajdonképpen a falnak a magja, a belső része. Úgy építették ezt a várfalat, nem volt idő szofisztikált építészeti megoldásokra, hiszen a törökök gyakorlatilag egy éven belül elfoglalták a várost, tehát azonnal munkához kellett látni. Izolánom ezredes, aki hadmérnök is volt, megtervezte ezeket az új védműveket, és tulajdonképpen két fal szakasz közé bedobáltak minden építőanyagot, amit találtak, ezek jellemzően törtkövek, vagy ahogy említettem, az egykori prépossági templom építőkövei, amik ugye az 1601-es ostrom során felrobbantak, majd erre meszet öntöttek, a mésze pedig vizet, és ez megkövesedett. Tehát így mészkő jött tulajdonképpen létre, és hát nem folytatták tovább az építést, tehát nem is cizellálták már ezt a munkát, és hát ez sem volt elég, mert a törökök át tudták törni ezt a falat. Hogyha a Szent István Király Múzeum gyűjteményében lévő metszet, ami erről a ostromról szól, topográfiailag hiteles, akkor ez a bizonyos áttörés, ez valahol itt volt ezen a környéken.
Azt említetted, hogy vannak kövek Szent István bazilikájából, de hogy általában honnan kerültek ide a kövek, erre van-e bármilyen bizonyítékunk? Tehát például várossal kapcsolatban még annak idején Nátorfi Gabriellától hallottam, hogy Tácról is, a római kori helyről is hoztak be köveket. Ez is itt beigazolódott? Be. Pontosan. Egyébként néhány olyan lelet előkerült, ami egészen megdöbbentő. A püspöki palota kertjének a kerítése, az pontosan az épületnek a fala helyén állt, és nem terveztük egyébként lebontani, de kiderült, hogy nincs alapozása, vagy legalábbis megfelelő alapozása ennek a barokkori falnak, és muszáj volt elbontani, mert különben rádölt volna a munkásokra az építkezés során. És úgy kaptunk engedélyt a bontásra, hogy Bartos Gyöngy művészettörténész kollega felügyelte a bontást, sőt, több esetben saját maga végezte, és minden egyes követ, amiből ez a kerítés épült, egyesével megvizsgált, és hát itt, amit körülöttünk látunk, ezek a követek, ezek mind ebből a falból kerültek elő, tehát ebből a barokk kori falból, aminek az építéséhez felhasználták a királyi bazilikának a köveit, amik itt vannak körülöttünk, és valóban a legkorábbi kövek, amik itt ebben az együttesben láthatóak, azok római koriak. Tehát másodlagosan volt már a királyi bazilikába is beépítve, és a legizgalmasabb vagy legjelentősebb lelet, ami előkerült, az pedig Károly Róbert síremlékének egy darabja, illetve két darabja, amelyek törésfelülettel illeszkednek egymáshoz, ezeket is itt lehet látni. Tehát egy barokkori falból. Honnan tudjuk? Hát ezt annélt, hogy a síremlék többi darabja megvan, és tehát ugyanaz a mérete, ugyanaz a stílusa, tehát ugyanaz az anyaga, tehát gyakorlatilag lehetne egy rekonstrukciót ezekből összeállítani. Folytatjuk természetesen az épület építésének történetét, de most egy kis kitérőt engedj meg, hiszen tényleg itt beszéltük, hogy bárhol, hogyha elkezdenek ásni, kincsek jönnek elő. Nekem az érdekelne, hogy ugyan most már nagyon figyelünk rá, akár a nemzeti emlékhelyre, vigyázunk értékeinkre, de annak idején a háború után és a rendszerváltás közötti időszakban mennyire voltak becsben tartva ezek az értékek, amik lehet, hogy csak kövek, de bármi? Hát igazából, amikor ezeket az értékeket nem becsülték, az kimondottan a háborúnak az a néhány hónapja volt, amikor a front küzdelmek is zajlottak, és amíg a város ugye többször gazdát cserélt, ez 1944 karácsonyától, amikor ide megérkeznek a szovjet csapatok, tart ugye 45 tavaszáig. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy áprilisban azért még itt elég komoly fosztogatások vannak, és többek között a mostani Szent István Király Múzeum elődje, a Város és Megyei Múzeumnak a gyűjteményeiből is azért elég sok minden eltűnt itt még április közepén többek között. Szovjet katonai kórházba és egyéb helyekre vittek el elég nagy méretű vásznakat többek között. De a hivatalos múzeumi szakma ezeket mindig is megbecsülte. 1947-ben például a múzeumnak a kőtárát azt újra felavatták. Ugye 1937-ben nyílt meg egyébként a várkörúti bővítmény, az, ami most is látható várkörút irányából. És igazából itt ezzel nem volt probléma, tehát a hivatalos műemlékvédelem, a múzeumi szakma és egyáltalán a hatóságok mindig is foglalkoztak ezeknek a köveknek az állományvédelmével, a kutatással is természetesen ugyanúgy, függetlenül attól, hogy ezek keresztény templomokból, vagy keresztény épületekből kerültek elő. Tehát amíg a hivatalos kultúrpolitika, egyházpolitika, és egyáltalán maga a belpolitikai élet ugye az abszolút szemben állt mondjuk az egyházakkal és a vallásossággal, természetesen ezeknek az épületeknek a kutatását azt ugyanúgy folytatták tovább. Tehát nem csak az őskori leletanyag gazdagodott mondjuk a rendszerváltás előtti időkben, hanem bizony a középkori leletanyag is meglehetősen. Ha már arról kérdeztél, hogy mennyire nem foglalkoztak ezzel az anyaggal, hát ez pont a barokk időszaka.
igazából, amikor ez a legjobban kicsúcsosodik, hogy mennyire nem foglalkoznak mondjuk a középkori anyagokkal, de itt elsősorban arról van szó, hogy építkezni kell, ugye a városnak épülnie kell valamiből, és ugye a múltkori adásban is elhangzott az, hogy bizony a bazilika építése során is használtak római kőanyagot, ugyanígy a bazilika kőanyagát is felhasználják például a barokk építkezések során, vagy ahogy András említette, ugye a Szent Imre emléktáblával kapcsolatban a legutóbbi adásban a Szűcs György is ugye egy építkezés, egy bontás során talált rá erre a táblatöredékre. Ezt a táblatöredéket is igazából egy korábbi helyszínről elszállítva beépítették egy másik épületbe, valamikor a barokk időszakban. És hogy még egy kicsit előrébb szaladjak, de az 1945 előtti időszakra, ugye 1848-ban történik meg az első, mondjuk azt, hogy leletmentés. Tulajdonképpen itt még ásatásról nem beszélhetünk. Ugye a püspöki palota kertjében a kútból ugye 48 decemberében előkerülnek különböző csontok. És aztán ugye megérkezik Érdi János, antropológus, akinek ugye az emléktábláját láthatjuk itt a romkert bejáratánál, akinek az emlékére egyébként díjat is elneveztek, és ugye az örökségvédelem régészet kimagasló tevékenység kapcsán ezt díjat rendszeresen át is adják. Ő megérkezik, és elviszi ezeket a csontokat azonosításra, és különböző egyéb sírmellékletek kerülnek elő, halotti korona, és ez alapján valószínűsíti ő azt, hogy harmadik Béla és a felesége antiochiai Anna földi maradványai kerülhettek elő. Ugye a romkert területéről beszélünk igazából, tehát a király koronázó bazilika területéről, ami temetkezőhelyeként is szolgált. Na de hát ennek a területét nagyrészt akkor már a püspöki palotának a kertje foglalta el, és egy ott ásott kút alján kerültek elő végül is ezek a leletek, tehát használták ezt a területet, és ugye korán sem temetkezési helyként. És hát, hogy mennyire becsülték meg, tehát 1848-ban részben megtörténik ezeknek a leleteknek a beazonosítása, de igazából csak a 70-es években történnek meg az első nagyobb ásatások, a 70-es évek elején, 1872-ben, aztán 1888-ban jön egy újabb, és mire eljut odáig, mondjuk a hazai tudományosság, az akkori egyházmegyei vezetés, a városi vezetés, meg egyáltalán a vármegyének a vezetése, hogy ezzel a területtel valamit kezdeni kéne, az már a 30-as évek közepe. Tehát, hogy egészen addig azért természetesen kisebb ásatások történnek, és ugye elkezdenek kibontani bizonyos szakaszokat, bizonyos területeket a koronázó bazilika területéből, de ezek jellemzően még a püspöki palota kertjén kívül történnek, tehát a belvárosnak a nyitott területén, és amikor elkezdenek a püspöki palota akkori kert szakaszával foglalkozni, az már a 30-as éveknek a közepe. És hát egészen addig gyakorlatilag nagyobb feltárások nem történnek, de onnantól kezdve ezek óriási becsben vannak. Természetesen a múzeum 1937-ben megnyíló kőtárának azért az anyag jelentős részét bizony ezek adják a római kövek mellett. Hogy visszaérkezzünk helyzetbe. Hozzá szeretném tenni valamit, nagyon fontos, hogy tehát az egyház is megbecsülte ezeket a köveket, és Érdi János kapcsán mindenképpen meg kell említenem Bauer János nevét, aki ugye későbbi székesfehérvári püspök, de az ásatások, illetve az első leletek előkerülő, és akkor ő még kanonok itt Székesfehérváron, és valójában az azonosítás, tehát a harmadik Béla és Antiochi Anna azonosítását, azt ő publikálja először. Az Érdi Jánosnak, hogy nem tetszett egyébként, de hogy Bauer nagyon is odafigyelt ezekre az emlékekre, és hát ennek számos szép példája is van a múzeum gyűjteményében például. Van egy szép talpos kereszt, aminek a díszítéséhez felhasználtatott gyakorlatilag Bauer olyan mozaik szemeket, amelyek a egykori királyi bazilikából kerültek elő. Most csak egy példa jutott eszembe ezzel kapcsolatban. Tehát ezeknek a bizonyos köveknek, amelyek előkerültek a püspöki palota kertjéből a 19. század során, ezeknek a köveknek a jelentős részét átadta a Sói püspök a múzeumnak, tehát a egyházi tulajdonból állami tulajdonná váltak. Tehát itt én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép
ív, egy nagyon szép folyamat, aminek egyébként ez is egy állomása, és biztos vagyok benne, hogy az utódainknak is lesz itt még munka bőséggel. És akkor még egy dolog, amire érdemes reagálni, ezt állandóan, hogy is mondjam, egy olyan téma, amivel állandóan szembesülünk, hogy például a püspöki palota építéséhez, illetve hát itt a bizonyos kerítésfalnak az építéséhez is hát felhasználtak köveket az egykori királyi bazilikából, és hogy nem becsülték ezeket az emlékeket eléggé, és tulajdonképpen a modern műemlékvédelmi elveket kérjük számon a 18. század közepén. Most csak egy példa, akkor még egy műtét előtt sem mostak kezet. Tehát, hogy nem tehetjük meg azt, hogy azokat ma már teljesen elfogadott, vagy az utóbbi évtizedekben, vagy mondjuk évszázadban elfogadott műemlékvédelmi elveket kérjük számon azokon, akik jelen nem foglalkoztak, és valóban építőanyagként használták föl azokat a köveket, amiből tudták, hogy ők nem fognak tudni egy újabb királyi bazilikát építeni. Tehát, hogy fontos, hogy ezt a kérdést, ezt árnyalatlan közelítsük meg. Most, amikor ezek már számunkra evidens dolgok, tehát evidenciát jelentenek, most itt látjuk, hogy mennyire odafigyelünk ezekre a kövekre, és az, hogy ez a várfal megmaradhatott, ez nem kis áldozatot jelentett az egyházmegyének, és ez teljesen természetes volt, hogy a város történelmének egy fontos darabjáért ezt az áldozatot meg kell hozni, ez anyagi áldozat volt. És szerencsére egyre több értéket tudunk megtartani annyira, hogy az utókor számára is megtartsuk. Térjünk tényleg vissza, bár azt mondtam az imént, hogy egy kitérő, de valójában nem, mert egy közös egység olyannyira, hogy amikor a püspöki palotánban leszünk és beszélgetünk, biztos vagyok benne, hogy újra szóba jön ez a kérdés, hiszen itt egy szorosan összetartozó egységről van szó, amit bemutathatunk. Nyilván első látogatásomkor is tetszett, hogy én ebbe a várfalba beleszerettem, de hát azért itt sok minden más is van, amiről beszélnünk kell. De mikorra lett kész az épület valójában? Maga az építkezés, a régészeti feltárás és a tervek átdolgozása után 2018 és 2020 között valósult meg. Pont a COVID alatt itt a HASZ-ban kellett kooperálnunk. Szerencsére nem volt ez semmilyen probléma. És az épületnek mindenképpen szerintem nagyon szép és jól sikerült eleme a homlokzat. Erről talán most érdemes beszélnünk egy pár szót. A kivitelezés során is különös gondot fordítottunk arra, hogy ez a homlokzat úgy nézzen ki, ahogy most kinéz. Ugyanis a építész tervező Gutowski Robertnek a szándéka az volt, és ez egyezett Püspökatya szándékával is, hogy folytassuk a múltat. Tehát ahogyan a Prohászka emlékmű itt mellettünk folytatja a monostorbástyának a falát, a Prohászka emlékműről csak annyit mondanék, hogy Weihinger Károly tervei szerint készült, és a Fehérváron csak balkezes angyalnak hívott angyal, az pedig Ómann Béla készítette a Prohászka Ottokár emlékére, Solyi Lajos megyés püspök megrendelésére. 1939 és 43 között épült fel ez a viszonylag kisméretű emlékmű, ami mutatja, hogy azért elég nehéz időszakban kellett ezt kivitelezni, és ez valamilyen szinten látszik azért az emlékműnek a kőburkolatán, hogy egy ilyen szabálytalan raszterben vannak ezek a különböző méretű kövek kirakva, és ami egy építészeti hát bravúr, hogy ezt a rasztert folytatták ennek az épületnek a homlokzatán. Nem volt könnyű megtalálni ugyanazokat a köveket, ez egy külön történet, hogy hányadik próbálkozásra sikerült megtalálni, de ugyanabból a bányából származik minden bizonnyal, mint az emlékmű, a homlokzatnak a burkolóanyaga, és körbe az épületen 500 darab egyedileg konszignált kő darab van elhelyezve, amit hát kb. Egy éven keresztül azok a kővel foglalkozó szakemberek helyeztek el, akik korábban a parlamentnek a rekonstrukcióján dolgoztak, és itt egy éven keresztül keresték a helyüket a különböző
kődaraboknak úgy kell elképzelni nagy térkép alapján, mint egy puzzle darabot, meg kellett találni a megfelelő darabokat, amiket egyedileg legyártottak, és így jött létre egy egészen fantasztikus látvány itt a Várkörút és a Lakatos utca sarkán. Mi az, ami most van a látogatóközpontban valójában? Tehát nyilván a kőtár az látható is, most a beszélgetés alatt is, megmutatunk majd mindent a nézőknek, de azért mondjuk is el. Igen, hát itt van a kőtár, és a homlokzaton pedig kőpál szobra, hogy kicsit humorosan fogalmazzak. Kőpál még életében döntött úgy, hogy a Szent István szobrának az első bronz változatát, amit 1973-ban készített, az majd Székesfehérvárra fog kerülni, de csak a hagyatékából tudtuk megszerezni. Ez a szobor, ez talán miért lehet ismerős, hogy a Gellért-hegy lábánál a sziklakápolna előtt van egy nagyméretű kőből elkészült változata, az 2000-ben készült, és annak az első ötlete volt, tehát ennek a új Szent István ikonográfiának az első darabja ez, ami itt látható az épület homlokzatán. Fölöttünk, tehát pontosan itt fölöttünk, a püspöki könyvtárnak egy látványraktára látható, ami egy igény volt tulajdonképpen a városi lakosság, illetve a hozzánk érkezők részéről, hogy a püspöki palotában sajnos nem tudjuk megmutatni a könyveket, mert olyan a helyzet, hogy ott nem tudjuk biztonságosan beengedni az embereket, látogatókat. Itt viszont meg tudjuk mutatni azokat a könyveket, amik látványosak, és egy kis kiállítást is, kinyitott könyvekből is be tudunk mutatni. Mit kell tudjon az a terem, ahol ezek a régi értékes könyvek vannak? Tehát milyen biztonságos levegő legyen? Hát, és egyébek, gondolom. Tehát az is, igen, meg hogy ne lehessen levenni a könyveket a polcról. Az mindenképpen egy fontos elem egy ilyen műanyag. De gondolom a papíráragának megolvása érdekében is kell intézkedéseket. Persze, hozni. Igen, tehát nem egy látogatható könyvtárnak készült egy gyakorlatilag egy könyvtári raktár, amibe, tehát nem úgy képzeljük el, mint mondjuk Zircen vagy Pannonhalmán, hogy egy gyönyörű, asztalos, remek, ami gyakorlatilag a könyvespolcokat jelenti, hanem egy nagyon egyszerű könyvespolcok. Hát igaz, hogy 150-200 éves könyvespolcok, de mégsem úgy készültek el. Viszont rettenetesen modern. Hogy igen, hogy látnihessen. Tehát emiatt kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy nem nagyon tudjuk megmutatni, viszont akkor itt ebből az épületbe ezt tudjuk pótolni. Meg könnyebb is ide bejutni, mint a püspöki palotába. És ami még egy fontos funkciója az épületnek, hogy szeretnénk minél több fiatalt is fogadni itt, illetve fogadunk is, és egy külön múzeumpedagógiai foglalkoztató termet, termet hoztunk létre. Ötletműhelynek neveztük el egyébként, ahol szabadon lehet engedni a kreativitását a gyerekeknek, és ezen kívül pedig egy nagyon látványos interaktív kiállítás látható a tetőtérben, ami a Magyar Szent Család nyomában az Arándok utat mutatja be. Az Arándok út Vértes, Somló, Bodajk és Székesfehérvár útirányba vezet, és mind a Vértes, Somló, mind a Bodajk, illetve a székesfehérvári állomásokról kis filmeket lehet megtekinteni. Meg is érkeztünk akkor az Arándok úthoz, amiről beszélni kellene, hogy miért pont itt és mitől lett az Arándok út ez a rész. Székesfehérvár a középkorban nem csak egy királyi város volt, és nem csak az uralkodó miatt volt, illetve a közigazgatás miatt volt fontos, hanem Szent István és Szent Imre sírja gyakorlatilag nemzetközi zarándoklatoknak volt a célja. Ezt onnét is tudjuk, hogy a Székesfehérváron működő Johannita ispotály, vagy keresztes ispotály, amiről Ribi András most jelentetett meg egy könyvet, a doktori disszertáció, és rendkívül izgalmas részletek derültek ki. Ő Máltán is kutatott, kifejezetten a Székesfehérvárra vonatkozó középkori anyagokat nézte át. Tehát a korabeli világ egyik legjelentősebb ispotája volt itt Székesfehérváron,
ami azt jelentette, hogy itt a keresztesek fogadtak zarándokokat. Tehát a zarándok fogadás volt az egyik feladatuk, és ha nem jött volna sok zarándok Fehérvár, akkor nem építettek volna egy nagy épületet, ahol őket tudják fogadni, tehát ez is egy bizonyíték arra, hogy itt Székesfehérvár a középkorban egy zarándok központ volt. Ezt a hagyományt tulajdonképpen talán nagy szavak nélkül mondhatjuk, hogy az újkorban többször megpróbálták újraéleszteni, de valahogy nem volt szerencsés a csillagzat, és nem sikerült újra Székesfehérvárból egy zarándok központot létrehozni. És most, gyakorlatilag a 21. század elején jutottunk el arra a pontra, hogy ehhez szükséges infrastruktúrát meg tudtuk teremteni ebben az épületben. Tehát itt tudjuk fogadni a látogatókat, el tudjuk mesélni, hogy mi ez a zarándokút, miért volt Székesfehérvár fontos zarándokközpont, ezt hogyan szeretnénk most megvalósítani. És nagyon fontos új elem, ezt Spányi Anton megyés püspök szorgalmazza, hogy ne csak Szent Istvánról és Szent Imréről beszéljünk, hanem a magyar szent családról, tehát Boldog Gizellát is vegyük be ebbe a körbe, mert sokkal könnyebben tudunk azonosulni egy család életével, mint egy uralkodó, vagy egy trónörökös életével. Viszonylag kevesen vagyunk uralkodók és trónörökösök, akik ilyen problémával találkoznak az életükbe, de hát a családi élet az mindenkinek a sajátja, vagy mindenkihez közel áll, és itt, ezen az zarándok úton inkább Szent Istvánnak az emberi oldalát, a családfői oldalát, illetve Szent Imrét, mint az ő fiát és a társát, feleségét, Gizellát mutatjuk be, és tesszük átélhetővé reményeink szerint. És a zarándok út, ahogy az előző adásban is erről beszéltünk, az Egyházmegyei Múzeumban ér véget, ahol a magyar szent család erekéivel találkozhatnak a zarándokok. Hogy sikerült élettel megtölteni ezt az épületet? Ugye biztos vagyok benne, hogy már az átadása, az ünnepélyes megnyitása is emlékezetes. Igen, azt még maszkban kellett. Attól emlékszem, hogy igen, a megnyitó 2021-ben volt, és akkor még maszkot kellett fölvennünk, amikor bejöttünk az épületbe. Az épület adott, tehát itt van egy szépen kihasználható, sok térből álló egység. Szervezünk ide koncerteket, amik nagyon népszerűek. Ugye gyerekfoglalkozásokról már beszéltem, illetve az Egyházmegyének a könyvés kegytárboltja is ide költözött, amit most még érzékelek, hogy a városban nem sokan találnak meg, de remélhetőleg a műsor után nagyszámú érdeklődő fog erre járni, hiszen adott, hogy itt a város kapujából ne csak kulturális, hanem valamilyen fajta kereskedelmi tevékenységet is folytathassunk. Illetve hát sok ötletünk van még arra vonatkozóan, hogy milyen programokat tudunk idehozni. Voltak előadások, egy ismeretterjesztő előadás sorozatunk volt tavaly a székesfehérvári zarándoklatokról, meg egyáltalán az zarándoklatról, mint témáról. Most például gyógynövényekről szóló előadás sorozat kezdődött, és folytatjuk majd ezt a sort. Nyilván a nevében is benne van, hogy látogatóközpont, tehát akár az idegenforgalmat is bárja, megmozgatja. Szükség van-e marketingre? Vagy elterjedt a híre a látogatóközpont? Szükség, tehát marketingre mindig szükség van. Úgy gondolom, hogy az üzenetünk az egyértelmű és fontos, de nem lehet elégszer ismételni és elégszer elmondani azt, hogy érdemes idejönni Székesfehérvárra, találkozni a magyar szent család üzenetével, és átélni a múltat, mert hogyha valaki ide bejön, akkor valóban 800 ezer év történetének a szele érinti meg, hiszen csak körbe kell nézni, és látjuk, hogy itt egy ősi városnak az emlékei vesznek minket körül. Maradt még néhány percünk, így lehetőségem van igazán egyszerű kérdések feltételére is. Ugye hát az építkezés az rendesen megmozgatta a környéket, de hogy is fogadták a szomszédok? Mert azért tudom, hogy itt volt egy érdekesség, amit érdemes elmondani az építkezés során, ami a szomszédságot érintette.
Igen. Tehát egy építkezés, akármennyire is szeretné a beruházó és a kivitelező is óvatos, hát sért bizonyos érdekeket, mondjuk zajjal jár, kosszal jár, ezeket el kell viselni. Ha a mi szomszédunk építkezik, akkor nekünk, ha pedig mi építkezünk, akkor a szomszédunknak. És hát biztos arra kellene reflektálnom, hogy az úgynevezett rózsás háznak a homlokzata egy picit megsérült egy alkalommal, és hát ebből komoly polémia kerekedett itt körülöttünk, de hála Istennek a rózsák jól vannak most már, kihajtottak, és újra Székesfehérvár egyik turisztikai látványossága lehet, és hát nagyon jó a szomszédi viszony továbbra is a Lakatos utcában lakó kedves fehérvári polgárokkal. Márk, segíts nekünk, hogy egy kicsit erről a rózsásházról, ami tulajdonképpen a belváros része. Igazából a rózsásházról olyan sok mindent nem feltétlenül kell tudni, ugye egy gyönyörű, majdhogy nem körfolyosós bérházról van szó, ami a Lakatos utca felől nagyon jól látható, és hát ugye az ottani egyik lakos volt az, aki ezeket a rózsákat felfuttatta a homlokzatra. Itt András utalt ugye arra, hogy itt mindenféle polémiák voltak, hát nyilván itt elsősorban nem a homlokzatnak a sérülése okozta ezt a polémiát, hanem az, hogy itt egy egyházi építkezés zajlik, ugye több milliárd forintból én hallottam ilyen véleményeket is, illetve ez a mennyire nem illik az utcaképbe, és mennyire hipermodern, és nem való egyszerűen semmire, meg hogy a környékhez mennyire nem passzol. És akkor ide hadd kapcsolják vissza, amit András is elmondott, hogy tényleg, ha végignézünk mondjuk a Vatai szobortól a Lakatos utca és a Várkörút sarkáig, akkor nagyon jól láthatjuk azt, hogy az Ómann és Weihinger féle emlékmű hogyan szervesül ehhez az egészhez. Tehát tényleg ez a várfalnak a folytatása. És hogyha bekanyarodunk a sarkon, akkor ugyanezt a folytatást látjuk. Tehát ha lenne olyan szög, mondjuk valahol ott a Brunszik óvoda környékén, ahonnan lehetne látni ezt az egész sarkot, akkor azt látnánk, hogy ez egy nagyon gyönyörű kanyart ír le igazából, egy szép ívet, ami ugye elindul a Várkörúton és a Lakatos utcán folytatódik, vagy megfordítva ugye igazából ott a Romkert magasságában ér véget. Tehát tényleg sikerült egy olyan szerves egységet létrehozni, ami lehet, hogy a Lakatos utcának a házsorához annyira nem passzol építészetileg, látványában, de mondjuk a szembeszomszéd Eppinger féle gyönyörű vörös téglákból kirakott bérházhoz nagyon jól illik, annak a bejáratához például. És egyáltalán, ahogy András is elmondta, ezt a fantasztikus kőmunkát, amit itt a kivitelezők elvégeztek, akár a homlokzaton, akár itt a kanyarban, tehát ez mind nagyon jól illeszkedik igazából a várfal szakaszhoz, ahhoz az egykori monostorbástyához, amivel tulajdonképpen ezt a műsort is elkezdtük, és tulajdonképpen akkor ezzel is zárhatjuk, hogy tényleg ezt a 400 éves sebet így sikerült begyógyítani, hogy igaz, hogy a monostorbástyát helyreállítani abban a formájában, ahogy korábban kinézett, nem sikerült, de ez mégiscsak egyfajta további élése ennek a történetnek a 21. században. És a történettel fejezném be, hogyha még belefér az időbe. Valóban egy ilyen építkezés sok nehézséget okoz, nem mondom, hogy nem voltak álmatlan éjszakáink, de kaptunk egy olyan ajándékot, ami talán valahogy ezeket a nehézségeket feletteti velünk. Már többször említett kerítésfalból, ami egy barokk kerítésfal, és hát ezek a gyönyörű faragványok kerültek elő gyakorlatilag Árpád-kortól a reneszánszig. Ismert volt korábban is, tehát előzőleg is ismert volt egy szép palmettás faragvány, amit lehetett látni a falban. És amikor Bartos György ezt kibontotta, akkor óvatosan kivette, és megfelelően megőrizve eltette. Folytatta a bontást, és néhány nap múlva felhívott, hogy talált még két darabot, két kő töredéket, ami törésfelülettel illeszkedik ahhoz a bizonyos ismert kis darabhoz, ami egy levélke volt, egy szép palmetta levél, és összeállítva ezt a három darabot egy úgynevezett élő kereszt alakult ki, egy olyan kereszt, aminek a száraiból ezek a kis palmetta levelek kinőnek.
És ez az élő kereszt, tehát az a kereszt, amiből élet fakad, levelek nőnek ki belőle, ez a feltámadt Krisztusnak a szimbóluma tulajdonképpen. És azt hiszem, hogy ezt nem is kell magyarázni tovább, hogy egy ilyen történelmi környezetben egy óvatos és jó szándékú építkezés során előkerül egy kő, ami abból a bazilikából származik, ahova rengeteg zarándok érkezett a középkorban, hogy megtekintse Székesfehérváron Szent István és Szent Imre sírját, és ezt a folyamatot akarjuk folytatni most itt a 21. században is a feltámadt Krisztusra utaló kő maradvány kerül elő. Igazán hálásak lehetünk, hogy láthatjuk ezt a várfalat, és remélhetőleg még sok-sok évtizedekig, századokig látni fogják. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk ezzel a műsorral, és megismerhettük a látogatóközpontot. Köszönjük természetesen Váci Márk történésznek is, aki elkísért és nagyon sok értékes információval segített bemutatni nem csak a központot, hanem a környéket is, és Mohai Andrásnak mindenképpen. Ezzel műsorunk véget ért. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak. További kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra!